milyen esélyt lát arra, hogy még a mostani háború mellett vagy közben a környező országokból is éri Izraelt támadás? Van esély arra, hogy Irán valamilyen módon részt vesz egy ilyen támadásba? Ezt Attila tette fel a kérdést. Köszönöm szépen Attilának a kérdést. Amit láttunk az utóbbi napokban, a legfelsőbb iráni vezető kiadta az utasítást az iráni politikai meg katonai vezetésnek, hogy nem akarnak konfrontálódni a nyugattal, nem akarnak konfrontálódni, nem akarnak direkt háborút Izraellel. Hát én azt hiszem, hogy Irán, ezt már többször elmondtam, hogy Irán nagyon szívesen harcol az utolsó síta arabig Izrael ellen, de ők maguk nem akarnak kockáztatni semmit. Az egyetlen ilyen megmozdulás az a dróntámadás volt az Indiai óceánon egy brit hajó ellen, amelyiknek valamilyen izraeli bekötöttsége van, tehát ezek bonyolult dolgok. Ez egy nemzetközi ipar, mondjuk, hogy minden hajónak több tulajdonosa van, több államba irányuló bekötöttsége van. Hát ez volt az egyetlen direkt iráni támadás. Tudjuk, hogy az irániak küldtek egy ősrégi rombolót a Vörös-tengerre, egy hadihajót tulajdonképpen. Biztos arra gondoltak, hogy ha elveszítik, akkor nem a világ vége. De nagyjából ennyibe merült ki az iráni direkt támogatás. Ugyanakkor, amit látunk az asztal alatt, a Irán mindent megtesz, hogy fokozza itt a feszültséget. Jordániában, nagyon érdekes módon, Jordániában napi szinten vannak összecsapások csempészek vagy terroristák között, akik megpróbálnak beszivárogni Jordániába, vagy Szíria felől, vagy Irak felől, és fegyvereket hozni Jordániába, és Jordánián keresztül Izraelbe. Tehát megpróbálják elárasztani Izraelnek főleg a keleti részét, a cisziordániai részét, a nyugati partot, Júdeát és Somront fegyverekkel, hogy ott is lángra gyújtsák, minél magasabbra szítsák ennek az alacsony intenzitású háborúnak a lángjait. Tehát látjuk, hogy Irán mindent megtesz, technológiai segítség. Látjuk, hogy napi szinten szállnak le repülőgépek a damaszkuszi repülőtéren, és a napi szinten támadja Izrael a damaszkuszi repülőteret, hogy megállítsa ezeket az iráni fegyverszállítmányokat, amik Szíriába érkeznek, és onnan Szírián keresztül kerülnek Libanonba. Izrael megölte az iráni forradalmi gárda egyik dandártábornokát, ott, aki ezért a kapcsolatért volt felelős, több más magasrangú iráni tisztviselőt ezekben a támadásokban. Tehát látjuk, hogy ez a titkos háború, vagy ez a kriptoháború, amelyik Izrael és Irán között folyik 1980 óta, az tovább folytatódik most magasabb intenzitással. Láttuk azt is az elmúlt napokban, vagy hetekben, hogy Hamasz vezetők mellett most már Hezbollah parancsnokokat, drónparancsnokot is többek között likvidáltak. Milyen forgatókönyvvel számolnak északon? Én úgy gondolom, hogy mind a két fél, ugye Hizbala, mint Izrael, megpróbál elkerülni egy általános háborút, ami nem lenne jó senkinek. Tehát itt nem csak a Dél-Libanonról van szó, hanem hogyha itt egy általános háború törne ki, akkor ezt megérezni úgy Beirutnak a lakossága, mint Tel Avivnak vagy Jeruzsálemnek a lakossága. Tehát ez egy iszonyatosan pusztító háború lenne, és ne felejtsük el, hogy Libanon már amúgy is a szakadék szélén táncol már évek óta. Láttuk ezt a borzalmas robbanást ott a beiruti kikötőben, ami elpusztította Beirutnak egy jelentős részét, és Libanon gabonatartalékának egy jelentős részét. Tehát voltak olyan időszakok, mikor Izrael attól tartott, hogy egy ilyen éhséglázadás által hajtott menekül hullám jön északról, nem lesz mit enni Libanonba. Tehát Libanon amúgy is egy ilyen összeomlás szélén álló ország, és beláthatatlan következményei lennének, hogyha az állam egy ilyen háborúba keveredne Izraellel, és azt hiszem, hogy ezt a Hizballah is tudja, a Hizballah is el akarja kerülni ezeket a dolgokat, és ez kicsit olyan gyáva nyúljáték, hogy ki az, aki messzebb mer elmenni ebben a dologban, mind a két fél megpróbálja a céljait elérni, és talán beszélhetünk arról is, hogy mik a céljai mind a két félnek, de reméljük, hogy ez a háború nem fog eszkalálódni egy teljes konfliktussá. Ugye, ha jól olvastam, akkor volt Izraelnek egy olyan követelése vagy elvárása, hogy a Hezbollah vonuljon vissza az északi határtól több kilométeres távolságba. Ez megvalósult? Ez nem valósult meg, a Hizballah nem vonult vissza. Izrael pusztította ezeket a Hizballah infrastruktúráit és a Hizballah harcoló csapatait, akik gyakorlatilag ott könnyököltek a határkerítésen. Izrael gyakorlatilag attól tartott, hogy ezt az október 7-i forgatókönyvet fogja megismételni a Hizballah, sokkal jelentősebb nagyságrendben, teljesen más nagyságrendben. Tehát ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy ezeket a
ezeket a Hizballa alakulatokat, akik gyakorlatilag egy állam az államban, egy hadsereg a hadseregen belül eltávolítsák őket a határokról. Csupán egyetlen egy megjegyzés, eltávolítani őket 5-6 kilométerre nem jelent megoldást, mert látjuk, hogy ezekkel a nagy pontosságú rakétákkal igen mélyen lehet támadni Izraelt mélységben, tehát Izrael városait, amik ott vannak az északi határ mellett, és én azt hiszem, hogy egy sokkal átfogóbb demilitarizálásra lenne szükség Libanonban, úgy Libanonban, mint Gázában, de addig nem lesz béka, ameddig nem sikerül demilitarizálni Libanont, és ameddig Libanon más hatalmaknak lesz az indító állomása, mondjuk úgy. Van egy ilyen kérdés, hogy ki dönt arról, hogy a Hezbollah mit tesz, tehát mennyire önálló Nasrallah, vagy mennyire kell neki azért Iránra figyelnie? Én úgy gondolom, hogy itt nem egy proxyról van szó, hanem egy szövetségesről. Tehát a Hizballah nem Iránnak a lakájai. A Hizballahnak megvannak a helyi érdekei. Tisztában kell lenni avval, hogy a Hizballah az három dolog. Olyan, mint egy háromfejű sárkány, mint Csüsú a sárkánynak a papája, akinek három feje volt. Tehát az egyik feje a Hizballahnak az, hogy ők egy politikai párt a libanoni parlamentben, talán az egyik legnagyobb politikai párt. A másik dolog, hogy ők egy szociális hálózat, gyakorlatilag egy állam az államban, amelyik kórházakat tart fönt, iskolákat, óvodákat, stb. Evel szolgálja ki a sita lakosságot, mert az állam teljesen diszfunkcionális, az állam nem működik. Tehát ez a második fej ennek a sárkánynak, és a harmadik fej ez a katonai fej, és ebben a katonai fejben van a különböző összetevők, tehát van az Elah Bar, El Mayadin, ezek különböző média orgánumok, tévécsatornák, újságok, megvan ez a propaganda szárnya, és megvan a kinetikus szárnya is ennek, van a Radwan, a különleges alakulat, vannak tartalékos katonái a Hizballahnak, akik gyakorlatilag olyanok, mint minden tartalékos a világ minden részén, van egy rakétafegyvernem, van egy drónfegyvernem, tehát egy gyakorlatilag egy virtuális állam az államon belül. A másik hadszíntér viszont, ami egyre intenzívebbnek tűnik, az a Vörös-tengernek a térsége, ott azt lehetett olvasni talán tegnapi hírben, hogy megtámadták a briteket a Huszik az eddigi legnagyobb offenzívában, és 500%-kal nőtt egy hónap alatt a támadásoknak a száma, a nemzetközi flotta felvonulás ellenére. Miért nem sikerül elrettenteni a Huszikat? Én azt hiszem, azért nem sikerült elrettenteni a Huszikat, mert még nem sikerült katonai lépésekkel alátámasztani azt, hogy a nyugat ezt komolyan gondolja. Tehát azt, hogy hajózni akarunk a világ, hogy a világ hajózási útvonalai Schengeni határok között léteznek, mondjuk úgy, tehát mindenki szabadon hajózhat, ahova akar. És ez egy olyan elv, amit szeretnénk fönntartani, mert erre épül gyakorlatilag a globalizált világnak a prosperitása. Hogyha mindenféle kalózok, meg másféle tengeri rablók vámot szednének a tengereken, és veszélyesebbé tennék a hajózást, akkor az az ár nagyon hamar beleépülne gyakorlatilag mindenbe, amit körülvesz minket. Nézzünk körül a szobánkba, az áruknak a jelentős része a világ másik részéről érkezik, a szórakoztató elektronika, az autóink, a kínai, meg a japán, meg a koreai autók, amiken utazunk. Tehát sor dolog, képernyő, amit nézünk, a mobiltelefon, amit most használok. Tehát nagyon sok dolog a távol-keletről jön, és ha ezt megvámolnák ezek a roncájszék, megvámolnák ezt útközben, akkor ez beleépülne az árába. Így is elég drága egy új iPhone, azt hiszem, hogy nem kell még rátenni az árára. És a nyugat egyszerűen nem tudatosította elég a Huszikban, hogy komolyan gondoljuk ezt a dolgot, és ameddig nem mérünk katonai csapásokat a Huszik, azokra a dolgokra, amik a Husziknak fontosak, addig valószínűleg azt gondolják, hogy a nyugat csak blöföl.